Mai videósétánk helyszíne Esztergom lesz, méghozzá ezúttal a Mária Valéria hidat fogjuk közelebbről megismerni. Ó, mekkora öröm volt, amikor 2001. októberében felavatták. Jó magam és sok ismerősöm, meg persze mások is. Itt korzóztunk fel és alá Esztergomból Párkányba, a hídon át. No, ismerkedjünk meg tehát a híd történetével, és persze sok más érdekességgel. A Mária Valéria híd története 1894-ben kezdődik, ekkor döntöttek megépítéséről. A híd 5 sarló alakú tagból áll, melyet itt az esztergomi oldalon egy kis összvérhíd egészít még ki. Az esztergomi oldalon található még egy vámház, mely most használaton kívül van. Itt látjuk a tetejét, de mindjárt megnézzük közelebbről is. Itt a gyalogos feljáró, megjegyzem, akadálymentesített és nagyon kényelmes. Ezen jutunk föl, gyalogszerrel és kerékpárral is a hídra. Nem sokára megnézzük. Pedig vissza a hídhoz. A Mária Valéria híd építése 1894-ben indult. A híd tervezője Fekete Házi János, a kivitelező pedig a Ketri Szalézi hídépítő cég volt. A híd építési munkálatai 2 éven át tartottak. Ezután 24 éven át élénk forgalom zajlott a Mária Valéria hídon. Változást hozott azonban 1914 és a trianoni döntés, miszerint a Duna országhatárt jelölt ezután. Így a hidat lezárták, és átkelő forgalom nélkül maradt. Még szomorúbb momentum azonban a Mária Valéria híd történetében, amikor 1944. december 16-án a visszavonuló német csapatok felrobbantották, mégpedig a középső 3 elemet. Azóta a helyiek csak Csonka hídnak nevezték sokáig, egészen 2001-ig. A híd újjáépítése
2000 októberében vette kezdetét. Ezt bizonyítja ez a márványtábla is. És egy év múlva, 2001 októberében már meg is történt az átadás ünnepélyes keretek között. Nagy ünnep volt, azt mondhatom. A helyiek, és persze sokan az ország más részéről is, ide tódulva, szívesen korzóztak Esztergomból Párkányba, és vissza. Csak úgy persze, mint a párkányiak, akik boldogan jöttek Esztergomba, gyalogszerrel át a hídon. Na és persze autóval is. De a hídon való korzózás akkor, hogy úgy mondjam, nagy szám volt. És még utána is évekig. Most pedig kipróbáljuk ezt a gyalogos feljárót. Egy szinten feljebb jutottunk. Itt már a szél is jobban fúj. Hát itt mondom el, hogy 1998-ban született kormányközi megállapodás a híd újjáépítéséről, hogy a Csonka-híd újból kiteljesedhessen. A 2001. szeptember 11-i átadáson Mikulás Zurind a szlovák, Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Günther Verheugen akkori EU bővítési biztos vettek részt. Ez itt a régi vámszedőház. 2000-ben ezt is szépen felújították. Akkor szuvenírt és prospektusokat lehetett itt kapni. Most azonban sajnos üresen áll. Az ablak már beverve. De egyébként szerencsére még jó állapotnak örvend. Bizony, kong az ürességtől. Jó lenne valami funkciót találni neki. Olyan kedves épület. E tábla szerint, nem tudom, látunk-e belőle valamit, én nem nagyon, 1895-ben épült ez is, akárcsak a híd. Most is élénk forgalmat bonyolít a Mária Valéria híd. Reméljük, az 1895-ben épült vámháznak is jut majd valamiféle hasznos funkció. Nagyon szép részletek gazdagítják.
Itt egy kis kedves padlásablak. Díszes tető. És előtetőkkel. Amikor szuvenírt árusítottak itt, az is szerves volt. Lemászunk ezen a hajmeresztő lépcsőn. Kicsit keskenyek a fokok. És elénk tárul a hatalmas Duna. Ez itt a Vámház tövében, a híd lábánál, hídoltalmazó boldogasszony szobra. Modern szobor, gondolom a híd átadásakor került ide. Körülötte, kövekkel kirakva. Itt láthatjuk, hogy ki mindenki járult hozzá a híd újjáépítéséhez. BT-k, KFT-k nevei sorakoznak itt kőbe vésve. Ők mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Csonka-híd újból kiteljesedhessen. Mi is szoktunk sétálni rajta, Esztergomból Párkányba is vissza. Jó kis családi program, és Párkány is igencsak megszépült, nem csak Esztergom, és csak a Mária Valéria híd. Gyönyörű tavaszi idő van, úgyhogy azt hiszem, a gyerekekkel rollerezni fogunk egyik városból a másikba, a Dunán, illetve ezen a hídon át. Most vagyunk a híd felénél, itt a határ. És sétálunk vissza Párkányból Esztergomba. Nyergőcök rollerrel előre száguldottak, mi szülők lassabban megyünk. Talán majd a híd végénél találkozunk, és persze megmutatom a címereket is a híd bal és jobb oldalán. Régebben azt hittem én. Na, ezeket a címereket kerestük. Gondolom ez a város címere. Így van a szlovák oldalon is. És ott is egy címer. Meg is fogom mutatni. Mert lefotóztam mind a négyet. És persze nem hagyhatjuk ki a Mária Valéria híd alulnézetét. Itt a kis Összvérhíd, és a nagy híd. Lentről szemlélve. Itt most szépen sétálgatunk a Dunaparton, a füvenyen, hogy úgy mondjam. És mindjárt benézünk a híd alá. Kukucs, aki a híd szerkezetét szeretné tanulmányozni, itt, ezen a helyen most megteheti. Hát, azt nem mondom, hogy értő szemem van a dologhoz, de minden esetre érdekes ez a perspektíva. Közelebb hozzuk a pilléreket is.
Most aztán már tényleg mindent láttunk. És persze, át is megyünk majd rajta autóval, Esztergomból Párkányba, hát és persze vissza. Itt a híd közelről felújított vámház. Gyalogos feljáró és autós feljáró, mindjárt fölkanyarodunk, hogy áthajtsunk az öt elemből álló hídra. Öt elemből álló. Öt elemből és négy pillérből. Egy az elején, egy a végén is van pluszban. Ah, igen, ezeket a matek fölök, amivel mindenki bele van. Egy, kettő, tehát egy elem. Vagy valami, lehet, hogy ez nem számít elemnek. Ez egy elem. Ez még eddig nem egy elem, csak majd a másik. Na, határt léptünk közben. Elég nagy elem. Itt van még egy elem. Ezen a hatodik. Már mindjárt vége a bulinak. És öt. Tele-tele-tele-tele. És megérkeztünk a másik partra. Itt vagyunk Párkányban. Hú, de rázos. A Párkányi Dunaparton vagyunk. Ezen a szép tavaszi napon. Innen tekintünk Esztergomra, a túlpartra, és csodás perspektíva nyílik szintén innen, a Mária Valéria hídra, és vele együtt az esztergomi bazilikára is. Íme! Itt látható a bazilika, mely 21 éven át épült, de végül 1896-ra elkészült. És előtte látjuk az öttagú Mária Valéria hidat, melyet 1895-ben adtak át. Igaz, a II. Világháborúban sajnos megrongálódott, felrobbantották, de 2000-től újra ezen a hídon járunk át, Esztergomból Párkányba. Ezt a panorámát csak innen, a Párkányi Dunapartról tudjuk elkövetni, mármint hogy megtekinteni. Három zászló lengedezik a szélben, itt a híd feljárójánál. Mögöttük pedig a bazilika, mely Esztergom szimbóluma, csak úgy, mint immár 15 éve a Mária Valéria híd is.